Egészséges életmód, közösségépítés. Ezzel a két gondolattal kezdte legutóbbi sajtótájékoztatóját Barta Endre humanügyekért felelős alpolgármester a Munkásművelődési Központban. A tájékoztató részeként egy közeljövőben induló előadássorozatra invitálta a városlakókat és a körzetben élőket. A Dunaújvárosban már korábban is voltak olyan események, olyan rendezvények, olyan előadások, amelyek kicsit a tudatos gondolkozást segítették. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez még inkább megjelenjen, ezért idén erre egy kicsit ráerősítünk most, hogy lehetőség is van rá, és egy külön előadássorozattal készülünk. Itt Karádi Tamás barátom lesz majd az, aki két hetente itt az MMK-ban fog beszélni ezekről a dolgokról, illetve nyilván már, ahogy már korábban is beszámoltunk, volt itt egy tavaszi napi egyenlőség, lesz egy nyári napforduló, illetve nyilván egy őszi napi egyenlőség, és az adventbe is majd belekóstolunk. Igazgatóasszonyommal beszélgettünk a tervekről. Ezekre a programokra hívjuk majd szívesen itt a körzetben élőket, illetve nyilván a városlakóit. Az előadássorozat első felvonása május 11-én délután 5 órától lesz majd. Ekkor a magyar nyelv szépségeiről hallhatnak az érdeklődők. És hogy mire számíthatunk a folytatásban? Ezután pedig alapvetően önismereti témákban fogunk elmerülni. Milyen tudatalatti folyamatok határozzák meg alapvetően az érzelmeinket és a gondolatainkat, mi lehet a jelenlét, mi lehet a mostnak a csodája, hogyan engedjük el a múltat, hogyan ne foglalkozunk a jövővel. Aztán nagyon fontos terület a polaritás, a férfinői minőségeinknek a tudatalatti folyamatai, úgyhogy azt gondolom, egy nagyon-nagyon érdekes tematikát állítottunk össze, szeretettel várunk minden érdeklődőt. A tájékoztató alkalmával Kovács Rózsa, az MMK ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, nincs is nagyobb öröm egy intézményvezető számára annál, mint mikor megtelik látogatókkal az intézmény. Ezért is fogadta örömmel a programsort. Az, hogy Tamás 5 előadást nálunk fog tartani, illetve én reményeim szerint még ez folytatódik szeptemberben is, jön a napéj egyenlőség újra, tehát újra élet lesz az MMK-ban. Nagyon nagy örömmel adtam helyt ennek az ismeretterjesztő előadásnak. Én ugyancsak rejki egy vagyok még, tehát valamikor nagyon régen én is rejkiztem, illetve tudom, mi lesz, tudom, mi az önismeret, Tamást nagyon régóta ismerem, és nagyon nagy örömmel fogadtuk az előadás sorozatát. Várjuk a következőt is, természetesen itt nem állunk meg, ha rajtunk múlik. És mindenkit kérek, látogassák a programjainkat, látogassák különleges nagy szeretettel Tamás előadásait. Még egyszer tehát röviden, előadás sorozat indul az MMK-ban Karádi Tamás tradicionális rejki mester tolmácsolásában. A program első felvonása május 11-én délután 5 órától lesz majd.